Biztonságos esés, biztonságos iskolák. Ezzel a címmel rendeztek továbbképzést a Pécsi Cserepka iskolában. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara hazánkban elsőként csatlakozott a WHO által támogatott programhoz, melyben az intézmény diákjai tanítják meg a biztonságos földetérés technikájára. A továbbképzésen résztvevő testnevelő tanárok és judó oktatók egy ezt bemutató elméleti és gyakorlati programon vehettek részt. A Pécsi Testnevelő Tanárok Egyesületének a továbbképzésén vagyunk ma, és minden évben 4 darab továbbképzés különböző témában kerül megrendezésre, és a mai alkalommal a Safe Fall, Safe Schools nevezetű programot mutatjuk be a testnevelő tanároknak, illetve az érdeklődő judó edzőknek. Azt próbáljuk a gyerekekkel érzékeltetni, hogy gyakran van olyan, hogy a súlypontot át kell helyezni egyik helyről a másikra, és ugye ezt gyorsan meg kell tenni. A testnevelő tanároknak megpróbáljuk megmutatni azokat a lehetőséget, az egyesületen keresztül is, amelyekkel megújíthatják a testnevelés oktatását, a testnevelés gyakorlatát. Úgyhogy elsődlegesen egy pici elméletet adunk, de inkább a gyakorlatra fókuszálnánk. És mindenképpen azt szeretnénk, hogyha nyitottak lennének azokra a mozgásformákra, amelyek eddig nem túl nagy hangsúlyt kaptak. Ilyenek például a küzdősportok is. A küzdősportok ugye 1998 óta szerepelnek a nemzeti alaptantervben, illetve 2001 óta a kerettantervben, és tehát tulajdonképpen a küzdősportok oktatása megjelenik, de mivel a testnevelő tanárok képzésében eddig nem volt hangsúlyos, ezért mindig olyan félve nyúlnak a testnevelő tanárok ezekhez a tartalmakhoz, úgyhogy próbáljuk őket felkészíteni, felzárkóztatni, segíteni az ön munkájukat minden eszközzel. Fontos az, hogy ugye a mellkas szegezd az állagat, és ugye előfeszüljenek az izmok, hogy a fej ne csapodjon. Ugye nagyon egyszerű gyakorlat, hanyatfekvésben helyezkednek el a gyerekek, talajra helyezik a fejüket, majd egy tapsra csak megemelik az állukat, jó? Tehát csak az a feladat, hogy amikor taps van, megemelik és vissza. Jó, és a Pécsi Testnevelő Tanárok Egyesülete igyekszik a teljes régióra megfelelően programokat hirdetni, de elsődlegesen a vonzás körzetből érkező testnevelő tanárokat várjuk, de nyitott a rendezvény, tehát aki esetleg nem tagja a Pécsi Testnevelő Tanárok Egyesületének, ők is csatlakozhatnak és részt vehetnek a programban. Akár azt is lehet, hogy pacsiból hagyjuk. A Cserepka iskolában 2019. januárjának elején kezdtünk el dolgozni, és az első osztály az a 4. B osztály volt, illetve kontrollcsoportként a 4. A osztály, úgyhogy 40 fő az, aki már ezt a 6 hetes programot teljesítette, és most pedig az 5., a 6. és a 8. évfolyamosok vesznek részt. Úgy látjuk, hogy ez a 6 hét ez elegendő arra, hogy elsajátítsák azt, hogy hogyan kell biztonságosan talajra érkezni, és hogyan kell az eséseket biztonságosan végrehajtani. Érezzék, hogy mi történik akkor, hogyha oldalra. Én ebbe az irányba nyomom a zárnyit, ő ebbe az irányba, és keresztezi a lábát. Jó? Még egyszer.